Fehérvá pont az én igényeimnek megfelelő város. 1780 óta él anyai ágon az család Fehérváron. Fehérváron élünk, ma is itt élünk, szeretjük a várost. Debreceni vagyok eredetileg, ott a negyede sincsenek. Szép a fekvése, nagyon jó kiránduló helyek vannak. Az emberek barátságosak. Így vélekedik több székesfehérvári a városról, de most egy objektív vizsgálat is azt bizonyította, jó itt élni. Az Egyensúly Intézet település Indexen nyilvánosan elérhető statisztikai adatokon alapul, és 53 olyan indikátor segítségével vizsgálódtak, amely képes megragadni egy-egy közösség fejlettségének, élhetőségének legfontosabb aspektusait. Ilyenek például a lakások átlagos négyzetméter árai, az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem, az egy főre számított iparűzési adó, a diplomások aránya, a bűncselekmények száma, az önkormányzati utak és járdák kiépítettsége, az egy lakosra jutó házi és házi gyermekorvosok száma, vagy a kulturális rendezvényeken résztvevők száma. Az indikátorok kiválasztásakor az is fontos szempont volt, hogy a releváns adatok legalább 8 éven keresztül és minden vizsgált településre vonatkozóan rendelkezésre álljanak. Nagyon fontos az, hogy, hogy ez egy 53 indikátor alapján létrejött kutatási eredmény, tehát nem egy-egy elemét emelték ki egy nagyváros működésének, hanem 53 különböző területet vizsgáltak. Ugyanazokat vizsgálták mindegyik városban, és 8 év óta vizsgálják ezeket az adatokat, és nyilván ebből vontak le különböző módszertani megoldásokkal ö, ö, következtetéseket. Székesfehérvár az elért 71,4 indexponttal első lett a megyeszékhelyek kategóriájában, és 12 indexponttal előzte meg a második helyezett Győrt. Az utolsó elérhető adatok szerint Székesfehérváron a legmagasabb az egyfőre jutó iparűzési adó 202 ezer forint per fő, valamint a második legmagasabb az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelemmel, ami 1,7 millió forint per fő. Fehérváról lett a legmagasabb a lakosság arányos vendéglátóhelyek, az élelmiszerboltok, valamint a nem élelmiszer jellegű belkereskedelmi egységek száma is. Ami látszik, hogy, hogy, nagyon nagy fejlődést mutatott az a gazdasággal összefüggő, de fejlődtek a szolgáltatások, vannak benne olyan meglepő adatok, hogy például a vendéglátóipari egységek, éttermek, kávézók aránya az itt a legmagasabb, ezt nem is feltétlenül gondoltuk volna, vagy legalábbis én, én, nem biztos. Van előrelépés a köz közbiztonság tekintetében, a zöld területek aránya vonatkozásában. Az elmúlt években a megyeszékhelyek közül Székesfehérvár ment keresztül a legnagyobb fejlődésen is, számos meghatározó területen maga mögött hagyva a többi megyei jogúvárost. A város 16,8 pontos előrelépése mögött több ok is meghúzódik. Jelentős mértékben megnövekedett a diplomások aránya, az átlagos négyzetméter árak, illetve az ezer lakásra jutó lakás építések száma. A polgármester az eredmény kapcsán azt is elmondta, fontos tükröt tart a vizsgálat az önkormányzat elé, amely amellett, hogy a befektetőknek még vonzóbbá teheti a várost, a fejlődés irányait is megmutatja. A kutatásban egy másik fehérvármegyei település is felkerült a térképre, a kisvárosok kategóriájában a legtöbbet fejlődő öt közé polgárvízbe került.